Mire készíts elő két párnát és egy pokrócot, majd helyezkedj el törökülésben ezek valamelyikén. Amikor készen állsz, csukd a szemeket. A gerinced legyen egyenes, nyújtózkodj a fejtetővel is fölfelé, a mellkasod legyen széles. Helyezd a jobb tenyered a mellkasodra, a bal tenyered a pocitra. Hozd a figyelmed a légzésedre. És figyeld meg, ahogy a kezek is emelkednek és süllyednek a mellkassal és a hasaddal, minden belégzésre és kilégzésre. Kezd el gyengéden mélyíteni a légzésed. Hosszabb belégzések, és elnyújtottabb kilégzések. Végy így 5 mély lélegzetet. Dolgozz a saját tempódban. Tartsd a figyelmet csak és kizárólag a légzésen. Engedd meg magadnak, hogy most minden mástól elhatárolódj. Csak az itt és mostban legyél. Az 5. kilégzésed után engedd le a karokat. A kezek csak lazán pihennek a combokon. Az óra során tartsd a légzésed egyenletesen az orron keresztül, és a figyelmed a jelen pillanatban. Lassan pislogva nyisd a szemeket. Mély belégzéssel emeld a karokat oldalirányba és magasra föl. Kilégzéssel oldalirányba vissza le a talaj felé. Belégzéssel föl a karokat, és kilégzéssel le. Belégzés, nyújtozz egy jó nagyot föl. Kilégzéssel le. Belégzéssel föl, jól nyújtozz meg. Kilégzéssel le. Belégzéssel újból föl nyújtóz, kilégzéssel le. Belégzéssel érintsd a tenyereket a fejed fölött, nézz a magasba, és ha jól esik és egészséges a nyakad, dobd hátra a fejed. Majd a kilégzéssel hozd vissza a karokat a talajra, és döntsd előre a fejed egyenes háttal. Belégzéssel középre a tekintet, kilégzés jobbra. Belégzés, emeld a jobb kart a magasba, és kilégzéssel dönts balra. Belégzéseddel egyenesedj vissza középre, kilégzés, lengeteted a jobb kart. Belégzés, fordíts vissza a tekintetet középre, kilégzés, néz balra. Belégzéssel emeld a bal kart magasra, kilégzés és dönts jobbra. Következő belégzéseddel gyere emelkedj vissza középre, és kilégzés lengeteted a bal kart. Belégzéssel fordítsd vissza a tekintetet középre, kilégzéssel helyezd magad elé a karokat. Belégzés, tárzsd a karokat oldalra, nyisd meg a mellkast, kilégzés, zárd a karokat magad előtt. Belégzéssel nyitnak a karok és a mellkas, kilégzés, zárnak a karok, gömbölyíts a hátaddal. Belégzés, homoríts bele, nyisd a mellkast, kilégzés, ellentétes karban felül. Belégzéssel nyisd és kilégzéssel gömbölyöd jól.
Belégzés, nyitnak a karok, a mellkas, a torok, kilégzéssel zárulj össze picire. Belégzéssel nyis jó nagyra, és kilégzéssel gömbölyödj. És csinálj még négyet ebből a saját tempódban, a saját légzéseddel kapcsolódva, és azáltal vezérelve a mozdulatokat. Amikor az utolsó is megvan, tér vissza egyenes háttal törökülésbe, belégzéssel húzd a fülekhez a vállakat, kilégzéssel ejtsd le őket. Belégzés magasra, kilégzéssel ejtsd le őket. Belégzés föl, jól szorítsd oda, kilégzés ejtsd le. Belégzés szorít, és kilégzés passzívan ejtsd le. Belégzés föl, kilégzés le. És még ötöt belégzés, és miközben ezt csinálod, koncentrálj arra, hogy minél több feszültséget kiengedj a vállakból, a csuklyás izmokból, a nyakból. És amikor megvan, párszor körözd át a vállad, előre is, hátra is. Jól masszírozd át. Majd kulcsold az ujjakat magad előtt, és melegítsük be a csuklókat körzésekkel. Mindkét irányba egy párszor. Jó, majd, hogyha már a masszázsnál tartottunk az előbb, masszírozzuk át a homlokot, ujjbegyekkel a halántékot, a rágóizmokat, az állat, az átkörüli izmokat, szemek alatti területet, majd következzen a nyak, hátsó nyakizmokat, a gerincmenti izmokat, húzd el az ujjak segítségével a gerincettől messze. Majd a csuklyás izmokat is jól gyúrd át. És menjünk lejjebb, a vállak következnek, a felkarok, az alkarok, a csuklók, kezek. Az ujjak se maradjanak ki. Majd a tenyerek segítségével masszírozd át a derekad. A csípőt oldalról. Ha nem vagy várandós, az öklöd segítségével is megpaskolhatod. Hátulról is, oldalról is. És a combizmok következnek, jól gyúrd át őket is, majd a vádlék, a bokák, a sarkak, a talpak, a talppárnák, és legutoljára a lábujjak. Majd helyezkedj el nyújtott lábú ülésbe. Nyújtsd magad előtt mindkét lábad, hogyha várandós vagy, akkor egy kisebb terpezben is ülhetsz, hogy legyen elég hely a pocidnak. Egyenes háttal ülj, emeld a karokat magasba, vezítsd meg a lábakat, pipáljanak a lábak. Nyújtózz a gerinccel, a nyakkal, a fejtetővel, a karokkal is fölfelé. Ha nem vagy várandós, akkor húzd be a hasad a gerinc felé. Kilégzéseddel elengedheted ezt a poszt. Törökülésen keresztül tedd le magad elé a két tenyered, és gyere át négy kézlábra. Ellenőrizd, hogy a csuklók a vállak alatt legyenek, és a térdek a csípők alatt. Egyenes a gerinced. Belégzéssel nyújts még egyet rajta,
kilégzéssel gömbölyíts. Belégzéssel egyenes a hát, és hogyha nem vagy várandós, belehomoríthatsz és előre nézhetsz. Kilégzés, mindenki gömbölyi. Belégzés, és hogyha várandós vagy, akkor csak egyenes gerinccel dolgoz, nem kell belehomorítani. Kilégzéssel gömbölyítünk. Belégzéssel nyúlik a gerinc, bármelyik variáció igaz rád, kilégzéssel gömbölyítünk. Csinálj még kettőt ebből a saját tempódban. Mozgasd át a gerinced jól előre-hátra. Majd amikor az utolsó is megvan, gyere vissza középre egyenes gerinccel. Nyújtózz meg a karokkal előre, matrac szélességnyi távolságban. Engedd a mellkasod a talaj felé, tedd le a homlokod, és maradjanak az alkarok a levegőben, csak a tenyerek vannak lent. Nyújtózz, nyújtózz, nyújtózz a karokkal. A csípő marad térdek fölött. Hogyha hajlékonyabb vagy, és nem vagy várandós, akkor előrefele is nézhetsz, lerakva az állad. Bármelyik variációban is vagy, nyújtozz még egy jó nagyot előre a karokkal. A következő kilégzéseddel mozdulva, pedig apránként gyere vissza négy kézlábra. Nyújtsd hátra a bal lábad, alátűrve a lábujjakat, és nyújtsd meg a hamstringet, bádléd, az achilleszt. Majd cserélj lábat, nyújtsd meg a jobb lábad hátsó izmait. Visszatelted a jobbat is. Hozd vissza a csuklókat a vállak alá, a csípők alá pedig a térdeket, törd alá a lábujjakat, és told fel magad lefelé néző kutyába. Ez az első mély nyújtózásunk az óra során, tehát ha jól esik, behajlíthatod a lábakat, viszont jól nyújtózz meg a karokkal a hátaddal. Hogyha várandós vagy, akkor egy picit szélesebb terpezbe is állhatsz, hogyha kell a poci miatt. Belégzéssel, nézz előre, kilégzéssel, tedd le a térdeket és szélesítsd őket, ha várandós vagy, baba póz. Lazítsd el a csípőd, a hátad teljes hosszát, a karokat. Teljesen pihenj meg egy pillanatra. Majd nézz előre, nyújtózz meg a karokkal, gyere fel négy kézlábra, tűrd alá a lábujjakat, kilégzéssel gyere fel lefelé néző kutyába. Egyenként behajlíthatod a lábakat, átmozgatva a hátsó lábizmokat és a csípőket. Jól esően nyújtózkodj. Nyújtsd mindkét lábad egy pillanatra, belégzéssel nézz előre, kilégzéssel gyere vissza baba pózba. Engedd meg egy pár pillanat erejéig, hogy teljesen megpihenjed a tested, a csípőd, a hátad, a vállak, a karok, a nyak, a fej, minden ellazul. Majd belégzéssel ismét gyere vissza négy kézlábra, és kilégzéssel alátűrve a lábujjakat, told fel magad lefelé néző kutyába. Belégzéssel emelkedj a lábujjakra, kilégzéssel érintsd le a sarkakat. Belégzéssel föl, kilégzéssel le, belégzéssel föl, kilégzéssel le. Belégzés, nézz előre, kilégzés, írítsd le a térdeket, és gyere vissza, baba pózba, pihenj meg. Ismét csak lazítsd el minden porcikád, jól használd ki ezt a pillanatot. Jól van.
van majd a belégzéseddel, nézz előre, ismét gyere vissza, négy kézlábra, fürd le a lábujjakat, és kilégzéssel lefelé néző kutya. Belégzés, nézz előre, lépj előre a bal lábaddal, ha várandós vagy, akkor a bal külső tenyér éled mellé. Hogyha nem vagy várandós, akkor a két tenyered közé is léphetsz. Tedd le a hátsó térdet, és próbáld meg szélesíteni a mellkasod, és előre tolni a mellkasod a vállak között. Hagyd a csípőt passzívan a talaj felé közelíteni. Majd tűrd le a hátsó lábujjad, emeld fel a csípőt, nyújtsd ki a bal lábad, jól nyújtsd meg a bal hamstringet, hajlítsd be ismét, és kilégzéseddel lép hátra lefelé néző kutyába. Belégzés, nézz előre, kilégzés, lépj előre a jobb lábbal, ismét figyelj a láb helyzetére, ha várandós vagy, adj helyet a pocinak. Jó, és kilégzéssel tedd le a hátsó térded a talajra. Belégzéssel nézz előre, szélesítsd a mellkasod. Próbáld előre tolni azt a felkarok között. Engedd a csípőt belelazulni a pózba. Belégzéssel tűrd le a lábujjad, és emeld a csípőd magasra. Kilégzéssel nyújtsd az előn lévő lábad. Jól nyújtsd meg a hamstringet. Azaz. Majd hajlítsd újra a lábad kilégzéssel, és belégzéssel lép hátra. Nyújtózd meg egyszer lefelé néző kutyába. Belégzés, nézz előre, kilégzéssel tedd le a térdeket, baba póz. Pihenj meg ismét. Belégzéssel nézz előre, gyere vissza, négy kézláb. Kilégzéssel tolt hátra magad lefelé néző kutyába. Belégzés, nézz előre, és lépj előre a bal lábbal. Kilégzésre forgasd le a hátsó sarkad 45 fokos szögbe. Belégzéssel emeld a törzsöd és a karokat, harcos egy. Ha várandós vagy, nem kell annyira fölfelé magasra nyújtózni. Ha nem esik jól, lehetnek a tenyerek a pocidon is. Következő kilégzéseddel helyezd vissza stabilan a tenyereket a talajra, emeld a hátsó sarkad, és egy kilégzéssel lép hátra nefelé nézőbe. Belégzéssel nézz előre, és lépj előre a jobb lábaddal. Kilégzéssel tedd le a hátsó sarkad 45 fokba. Belégzéssel emeld a törzsöd és a karod, és ismét érvényes, hogyha nyúlnak a szalagok, akkor teheted a tenyereket a pocira és a várandós vagy. Jól nyújtózd meg, hogyha nem. És a kilégzéseddel mozdulva helyezd vissza a tenyereket stabilan, és egy újabb kilégzéssel lép vissza lefelé néző kutyába. Nyújtózd meg egyszer, és a következő kilégzéseddel térdek a talajon, és baba póz. Ismét csak pihenj meg, lassítsd a légzésed, ez megnyugtatja a tested. Majd belégzéssel nézz előre, gyere vissza négy kézlábra, kilégzéssel lefelé néző kutya. Belégzés, nézz előre, és lépj előre a bal lábbal, és a jobb lábbal is. Jó, süllyezd a csípőt olyan térd magasságba, és hozd az alkarokat a térdekre. Egyenes hát,
Húzd be a pocit, ha nem vagy várandós. Majd nyújtsd a lábakat teljesen, hogyha tudod. Billensd előre a testsúlyod a lábujjak irányába. Nyújtsd a hátad. Majd kulcsold az ujjakat a hátad mögött. Nyújtozd meg hátra a karokkal, egy belégzéssel és kilégzéssel hajlítva a lábakat, beejtve a pocit és a mellkast a combok közé. Engedd a karokat a talaj felé a fejed mögött. Fejed csak passzívan lóg. Belégzéssel emelkedj vissza félig előre hajlásba. Kilégzéssel hajlítsd a térdeket, mint hogy egy székre ülnél hátra le, emeld a karokat a magasba, menj egy picit mélyebbre, hogyha tudsz, és emeld a tekinteted a kezek között a plafonra, belégzéssel állj föl, nyújtózz meg magasra, ha nem vagy várandós, hátrahajolhatsz, kilégzés, tenyerek a mellkas előtt. Leengedheted a karokat, zárd a lábakat teljesen. Kicsit rottyansd be a térdeket, és lép hátra a bal lábaddal egy jó nagyot. Forgasd le a hátsó sarkat 90 fokkal oldalra. Hajlítsd a jobb térded, úgyhogy a boka fölé kerüljön. Emeld a karokat válmagasságba, nyújtózz meg velük két oldali irányba. Nézz a jobb ujjak felé. Harcos kettő. A következő belégzéseddel emeld a jobb karod magasba, kicsit hátra is hajolhatsz, hogyha jól esik, leérintve a bal tenyered a hátsó combra, és kilégzéssel a jobb alkarod helyezd a jobb combra, megnyújtózva a bal karral a fül mellett, ha egészséges a nyakad, nézz a plafonra, emeld ki a mellkasod. Próbáld azt is fölfelé fordítani. Majd a következő belégzéseddel gyere vissza harcos kettőbe egy pillanatra. Tartsd. Kilégzéseddel nyújtsd a térded, emeld a karokat magasra, és kilégzéssel fordítsd át a lábakat, hogy az ellenkező irányba nézzenek. Most a bal térded hajlítsd, a jobb láb marad nyújtva, karok oldalra. Forgasd a tekinteted a bal ujjak fölött el a messzességbe. Belégzéseddel mozdulva emeld a bal kart magasra, a jobb tenyér a hátsó térden, nyújtózz meg egyszer. És a kilégzéseddel mozdulva bal alkar a bal combon, jobb kar nyújtózik a fül mellett, nézz a plafonra. Forgasd a mellkasod is fölfelé egy picit még. Belégzéseddel gyere vissza harcos kettőbe egy pillanatra. És egy következő belégzéssel mozdulva nyújtsd a térded, emeld a karokat a magasba. Forgasd előre mindkét lábfejed, illetve a törzsed is. Belégzéssel nyújtozz meg magasra. Kilégzés, dönts előre, de csak félig, hogy a hátad párhuzamos legyen a talajra. Hogyha túl sok ez a hamstringeknek, akkor picit behajlíthatod a lábakat. Kulcsold az ujjakat a hátad mögött, húzd hátra a vállakat, nyisd meg a mellkast, ha várandós vagy, tartsd így, ha nem, hajolj előre a két lábad között, és engedd a nyújtott karokat összeszorított tenyerekkel a talaj felé a fejed mögött. A fej csak passzívan lóg, engedd a gerinced megnyúlni, engedd a vállakat lazulni. Majd egy belégzéssel, ha lent voltál, emelkedj vissza félútig előre hajlásba,
tenyereket helyezd a csípőkre, rogyonsd a térdeket, s gyere egyenes háttal állj föl, nyújtozd meg magasra, belégzés, kilégzés, leengedheted a karokat, s fordulj vissza jobbra, majd egy belégzéssel lépj előre. Gyere vissza csípő szélességnyi terpezbe, belégzéssel emeld a karokat magasba, kilégzéssel hajolj előre félútig, belégzés egyenes lábak és hát, kilégzés tedd le a tenyereket a talajra, lép hátra, jobb és a bal lábaddal, lefelé néző kutya. Következő belégzéseddel néz előre, kilégzés, tedd le a térdeket, keresztezd az alsó lábszárakat, és ülj hátra törökülésen keresztül a talajra. Ha várandós vagy, akkor oldal fekvésen keresztül feküdj le a talajra hanyatt, hogyha nem, akkor megkapaszkodhatsz az alsó combizmokba, és lassan hátra engedheted magad. Húzd fel a térdeket, tedd le a talpakat csípő szélességnyi terpezbe, pont úgy, hogy elérd a sarkakat az új begyekkel, belégzéssel. Emeld a csípőt magasra, figyelj arra, hogy a térdek ne omoljanak középre be, hanem tartsd őket csípő szélességben. És hogyha nem vagy várandós, akkor a vállakat közelítsd egymáshoz, zárva a lapockákat, kulcsold az ujjakat, told magasabbra a csípőd. Következő kilégzés, mindenki leengedheti vissza a hátat, a csípőt a talajra. Ha nem vagy várandós, akkor öleld át most a sípcsontokat, a combokat közel húzva a mellkashoz, és jobbra-balra gördülhetsz a hátadon megmasszírozva azt. Várandós vagy, csak érintsd össze a térdeket, és úgy pihenj egy picit. Majd lassan nyújtsd a karokat a fej fölé, és a lábakat pedig lefelé. Pipáljanak a lábak, nyújtozz lefelé a sarkakkal, és nyújtozz fölfelé a tenyerekkel, az ujjbegyekkel. Nyújtsd meg magad két oldalra, föl, le, mint hogyha szét akarnál szakadni. És a következő kilégzésedbe ernyezd el minden végtagod és minden porcikád. Nagyon lassan mozdulva helyezkedj el savászanában, kifelé omolhatnak a lábfejek, tedd a karokat a tested mellé felfelé fordított tenyérrel, illetve, hogyha várandós vagy, akkor fordulj, gördülj a bal oldaladra, és ebben a pozícióban végezd a relaxációt. Bárhol is legyél, lazítsd el a tested. Tetőtől talpig minden egyes porcikád ellazol. Az aktív gyakorlást egy passzív megpihenés követ, és így teljes a kör. Engedd meg, hogy a szíverésed lelassuljon. Ezzel a tested is relaxáljon. Így az agyad és a gondolatok is megpihenjenek. Ennek következtében az érzelmi hullámok is kiegyensúlyozódnak. Lazíts! Ha jól esik neked, akkor maradj itt még pár perc erejéig,
relaxációban. Hogyha vissza kell térned a napodba, akkor gyere nyújtózkodj egy nagyot velem, és told fel magad sarokülésbe, vagy törökülésbe. Érintsd a tenyereket a mellkas előtt. És adj hálát három dologért az életedben. Majd köszönd meg magadnak az időt, az energiát, amit a gyakorlásra fordítottál. Köszönd meg a testednek, hogy veled van, és támogat. Majd gyere, zárd a karjaid a mellkasod előtt, öled át magad, hiszen nagyon megérdemled. Érintsd a tenyereket a mellkas előtt. Namaste. Nagyon köszönöm, hogy velünk gyakoroltál. Legyen gyönyörű napod.